Tisztelettel köszöntöm nézőinket. Megtudtuk, hogy készülőben van egy filmsorozat Hunyadi Jánosról, és kedvet kaptunk, hogy beszélgessünk egy kicsit nagy magyar hadvezérünkről. Először beszélgessünk a származásáról. Igazolható-e az az elképzelés, hogy Hunyadi János Zsigmond király szerelem gyereke? Nem. Biztos, hogy nem. Ami biztos Hunyadi János származásával kapcsolatban, hogy teljes a bizonytalanság. Van egy 1409-es oklevél, ott említik először az ő nevét, meg az apjáit, meg az apja testvéreit, ugye Serbe fia Vajknak hívták az apukát, és az ő fiaként említik Jánost. Ekkor már élt, tehát valamikor 1409 előtt született. Sok, vagy több anekdóta, vagy több hagyomány kapcsolja össze Zsigmond királyt és Hunyadi János, de egyik se igazolható. Nem igazolható, hanem csak sejthető. Hát... Mire alapozza az, aki ezt próbálja bebizonyítani? Hát mind a két szélsőséges, irányzat van. Az egyik, akik nagyon le akarják járatni, hogy egy zabi gyerek. A másik pedig, hogy noha nem valódi gyermeke, vagy úgymondták abban akkor, hogy természetes gyermeke, tehát nem valódi örököse Zsigmondnak, de mégiscsak egy nagy királynak, királytól származik. Mert azt kell róla mondanunk, hogy egyébként az összes forrásunk szerint nemesi származású, de egy szegény családból származik, vagy egy nem gazdag családból származik. A ajándéklevélben, ez egyébként ez az 1409-es, ez egy ajándékozó oklevél Zsigmond királytól, Hunyadvárát ekkor kapja meg a család valamilyen katonai tevékenységért, amit az ország érdekében fejtettek ki. Ez lett volna a következő kérdésem, hogy akkor mégis hogyan hívta fel magára a család a figyelmet? Valamilyen katonai tevékenységet végeztek, őrizték a határt. Gondolj bele, maga Zsigmond 1395-ben járt Havasalföldön, akkor rendezni akart egy uralkodó kérdést ott, mert ez ugye Magyarország szempontjából nagyon fontos volt, és a következő év, 1396-os év, a Nikápolyi csata éve. És valószínűleg ott, amikor ott járt Havasalföldön, akkor fogadta szolgálatából, ismerkedett össze ezzel a Vajkkal, vagy az apjával is, a serbővel, és valamilyen katonai tevékenységet, segítséget nyújtottak neki, és néhány éven belül pedig megjutalmazta őket ezzel az uradalommal, és azzal, hogy Hunyad vármegyében ők lettek a legfontosabb birtokosok, megindulhattak a meggazdagodás, a főúrrá válás. Hát a Vajk nem is, az apuka nem is, de a fia János ugye megindulhatott, és valóban az ország egyik, hanem a legnagyobb földes urává vált. Lehetséges, hogy valami olyasmiről beszélhetünk, mint Ozorai Pipó esetében, hogy valamit meglátott a fiatal Hunyadi Jánosban Zsigmond? Abszolút elképzelhető. Zsigmondnak nagyon jó szeme volt az emberek kiválasztásában, de azt is meg kell mondjuk, hogy 1409 tájában Hunyadi János szerintem maximum 1-2 éves volt. Tehát az ennyire nem volt jó szeme. Akkor még mindig ott van a kérdés, hogy de az apja, miért is támogatta annyira a király Hunyadi János? Érdekes, igen, ez jó kérdés, mert ugye egyik legbizalmasabb emberéhez és az egyik legjobb katonájához adta aprótoskodni, ugye Ozorai Pippóhoz, aztán Lazarevics István, a szerb despota udvarában élt és tanult, és megtanult, hogy hogyan kell a török ellen harcolni. Tehát mindig olyan személyekhez, akik valóban az ő belső, amit Zsigmond belső köréhez tartoztak, úgyhogy fontos volt neki a fiatal Hunyadi János fejlődése. Akár igaz is lehet ez vagy lehet valami abban, hogy
Zsigmondnak valami köze van Hunyadi Jánoshoz, mert ezt bizonyítja, vagy bizonyíthatja az is, hogy Hunyadi Jánosnak volt egy testvére, akit szintén Jánosnak hívtak. És erről kérlek szépen nekem magyarázni. Ebben az évben ez bevett, vagy nem is általános, de bevett szokás volt, hogyha egy családban két fiú gyermek van, és ugyanaz a nevük, akkor az azt jelenti, hogy különböző az apjuk. Akkor ez is megerősítheti azt a feltételezést. Igen, igen. Mégiscsak Zsigmond. Nem tudunk kizárni semmit, mert nincsenek, nagyon kevés forrásunk van, nincsenek bizonyítékok. Az édesanyjáról meg még kevesebbet tudni. Ugye a Bonfini ír kétszer ír róla, és mind a kétszer mást ír. Először azt írja, hogy egy gazdag, előkelő görög családból származik az anyuka, ez a Morzsinai Erzsébet. Utána azt írja, hogy egyenesen Rómából, ugye a Corvinusok nemzetségéből származik az anyuka is. És itt lehet kapcsolni Corvinus Mátyáshoz. Igen, igen, de hát ez már akkor íródott, amikor már nagyon, nagyon kedvezni, vagy nagyon... A kedvébe járni a királynak. Mátyásnak a kedvébe akartak járni, igen. De nem tartom valószínűleg, hogy ugye, egyrészt, hogy hogyan vezetnék vissza Rómáig a családfát. Nagyon nehéz, még az itáliaiaknak is nagyon nehéz, mert annyi történelmi fordulót volt ott is. És pláne itt Közép-Európában az inkább csak valóban a király nagyságát akarták kiemelni ezzel, hogy Corvinus római dinasztiából származtatták Mátyást, illetve hát mindjárt az édesapját is. Készül egy új filmsorozat Hunyadiról is, mert csodálatos képsorokat láthattunk belőle. Nagyon várjuk. Nagyon várjuk. Szerinted fognak-e foglalkozni a származásával? Bevallom őszintén, nem olvastam a film alapjához szolgáló könyveket, úgyhogy nem tudom megmondani, meg nem a forgatókönyvet sem, nem tudom megmondani. Azt tudom, hogy bevallottan Trónok harca az inspirálója ennek a sorozatnak, csak sárkányok nélkül, ahogy a producer mondta, elképzelhető, hiszen annyira kalandos volt Hunyadi Jánosnak, annyira érdekes az élettörténete, amellett, hogy egy meghatározó személyiség Magyarország történetében, hogy mindent további nélkül el tudom képzelni. Beleszülnek valami ilyesmit. Szerintem a származását megbeszéltük. Esetleg... Ó, hát van még egy, bocsánat, egy fontos, hogy a román történészek meg románnak tartják, ami ugye alapból hülyeség, mert román nemzet akkor még nem létezett. Ha valaminek tarthatjuk, akkor ugye esetleg olának, ugye? De hát a probléma az, hogy azt viszont biztosan tudjuk, hogy nemesi származás volt, és ebben az időben, a 14. század vége, 15. század elején Havasalföld nemessége még kun, tatár, besenyő, úz emberekből, vagy ezeknek a leszármazottakból. A nevek is ezt bizonyítják, hát Vajka. Vajka, tehát nem mondja nekem senki, hogy ez egy román név. Vagy Olá. Vagy Olá, igen. Tehát van ez a Romániában, van ez a, vagy a román történészek között van ez az elmélet, hogy ő is, meg Hunyadi Mátyás is ugye románok lennének. Hát hadd higgyék. Igen, egyébként is van egy legújabb kimutatás, hogy akiket románnak hisznek, ők kunok. Hát, igen, hát ebben az időben már ugyan a népesség döntő többsége az olá, de hát ilyen pásztorok voltak, maximum a kenészségig jutottak el, vagyis egy falu vagy egy csoportnak a vezetéséig, de nem nemesek voltak. A nemességét, Havasalföld nemességét, ők egyértelműen, ahogy mondom, kunok, besenyők, úzok, tatárok alkották. A híres dinasztia, ez a Paszarán dinasztia, és egyértelműen egy kun dinasztia. És talán van egy ilyen vonulat is a kutatásunk, hogy talán a Paszaránbal rokona a Hunyadi János. Vagy leszármazott, mert ugye az idő kicsit korábban élt. Tehát, hogyha a származásáról többet nem tudunk beszélni, akkor esetleg a fiatal koráról, a legizgalmasabb kalandjairól. Ahogyan beszélgettünk is róla, ugye a leg,
az egyik legmegbízhatóbb emberéhez adta Zsigmond, vagy oda rendelte az Orai Pippóhoz, hogy tanuljon, és ott apródoskodott, és abban az időben olyan 7 és 14 éves kor között voltak apródok, tehát igen fiatalon elkezdte. Azt is tudjuk róla, hogy nem tudott sem írni, sem olvasni, tehát valószínű, hogy az ideje döntő többségét a adakozás, a harc megtanulása tette ki. Később Lazarevics István szerb despotánál szolgált szintén, akkor már talán egyel magasabb fokozatban, ugye ez a fegyverhordozó fokozatban, a 20-21 éves korban avatták lovaggá a nemeseket, úgyhogy ő még ezelőtt a kor előtt, ott megismerhette hát Pippótól megismerte, hogy hogyan egy itáliai hogyan gondolkodik arról, hogy hogyan kell a török ellen harcolni, meg a szervezést, mert Pippó abban zseniális volt. Lazarevics Istvántól meg megtanulhatta, hogy hogyan kell könnyű lovas csapatokat vezetni, mondjuk el ezen a déli sziklás erdős terepen a törökök ellen. Otthonról hozhatta a könnyű lovas íjász ismereteit, aztán szolgált 1430-tól Zsigmond udvari vitéze lett, és mint udvari vitéze elkísérte 1431-ben indult el Itáliába Zsigmond, és akkor ő elkísérte, de Milánóban levált a csapatról, és a Filippo Viscontinak hívták akkor a Milánónak a vezetőt, és 2 évig 1431 ősze és 33 ősze között ott, mint katonai tanácsadó, mondjuk így, mint zsoldos szolgált a milánói udvarban, és ott viszont megismerte az itáliai, a nagyon fejlett, mert Itáliában akkor már abszolút zsoldosokkal operáltak, ugye ez a condottieri rendszernek hívják, és azt a rendszert is megismerte. Tehát ez már egy érdekes. Tehát mindenhol, azt mondom, hogy mindenhol a legjobbaktól tanult, úgyhogy, és ő egy jó, ilyen befogadó személyiség volt, úgyhogy nagyon-nagyon-nagyon sok tapasztalatra tett szert. 1433-ban volt Zsigmond császárraavatás a Rómában, azon biztos, hogy nem vett részt, mert akkor éppen Milánóban volt. Viszont utána 34-ben Bázelbe látogatott Zsigmond, oda elkísérte, és utána a 30-as évek vége, neki a husziták elleni harca telt. Ott meg a huszit harcmodort ismerte meg, ami egy teljesen másfajta harcmodor. Ismerte meg és tanulta meg. Tehát azt lehet mondani, hogy annak a korszaknak a hadművészetében egy igazi profi lett. Film meg fogja mutatni, hogy egy igazi szilaj harcos is volt. Igen, és önmaga is, igen. Aki úgy képzelni el, hogy egy vezér, aki csak áll egy dombtetőn és irányít, az téved. Így van. Először életében lehet tudni, mikor kellett neki élesben kardot rántania? Először győztes. Hát ezekben a tanuló években minden. Biztos, hogy kellett neki harcolni. Persze, személyesen. Élesben. De az első, amikor ő sereget vezetett is, az győzött az a sereg, vagy már ott ő volt a seregvezető, az szerintem 1440 lehetett. Már 39-ben Albert szervezett egy hadjáratot Albert királyunk a délvidéken, ugye Szendrő várát elfoglalták a törökök, és ezt szerette volna visszafoglalni. De hát ez volt az a sajnálatos eset, hogy kitört egy vérfas járvány a táborban, és ugye fel kellett oszlatni a sereget, és ebbe halt bele végül is Albert, és ott szerintem ott már önálló egységgel vett részt János. Ő 39-ben, ja Istenem, milyen rangot is kapott, zászlós úr lett, Szörényi báni rangot kapott, és ez zászlós úri rang, tehát, és
utolsó évében, Zsigmond utolsó évben, 37-ben már bekerült a királyi tanácsba is. Tehát oda meg nem lehetett csak akárhogy bekerülni, ott már kellett egyrészt óriási birtokokkal kellett rendelkezni, másrészt pedig valamilyen bizalmi viszonynal kellett rendelkezni a királlyal. És Alberttal is nagyon jó volt a viszonya. Akivel nem volt jó a viszonya, az Albert felesége, ugye Erzsébet, aki ellopatta a koronát, és azt akarta, hogy a csecsemő, akkor mi meg sem született, aztán a csecsemő kis 5. László legyen a Magyarország királya. De az az év, az egy rettenetes év volt Magyarországon, hiszen már 1440-es évről van szó, már valamikor tavasszal megérkezett a török had Nándorfehérvár alá, és elkezdték ostromolni, és szerintem ez egyik leghosszabb ostrom a várostromok történetében, mert 7 hónapon keresztül ostromolták. Oké, váltakozó energiával, meg ilyen ostromgépekkel, meg akkor még a tüzérség azért nem volt annyira fejlett, és kitartott Nándorfehérvár, tehát Tallóciak védték ekkor 1440-ben. De azt is hozzá kell tenni, hogy maga ugye délvidéki nemesként Hunyadi János is a csapatával ott kószált, vagy ott végzett ellenőrző ilyen nem is felderítésnek mondják, ez ilyen ellenőrző mozgásokat a török környékén, nem hagyták őket nyugodtan az ostromolni, és meg is lett az eredménye a dolognak, mert ősszel ugye a törökök 1540 őszén eltakarodtak Magyarországról. Ő és Újlaki Miklós, Újlaki Lászlónál is tanult egyébként, de az Újlaki László fia, Újlaki Miklóssal ők nagyon jó barátok voltak, mind a ketten délvidéki főurak voltak, és ők közösen ekkor már első Ulászlónak az érdekeit próbálták védeni, Erzsébet ellenében, akinek Karai Miklós volt a fő szponzora Magyarországon, és Bátaszék mellett volt egy komoly csata, amiben Hunyadi és Újlaki legyőzte Garait, és ezután tulajdonképpen Ulászló szabadon jöhetett be az országba, és mivel a szállás csinálói, vagy a helyi fő emberei, Hunyadi és Újlaki volt, ők hatalmas birtokadományokban részesültek, meg 1441-ben megkapták az erdélyi vajdaságot, közösen az erdélyi vajdaságot, illetve a temesi ispánságot. Magyarán, meg Nándorfehérvár főkapitányai lettek, magyarán a déli végek védelme az innentől kezdve rájuk hárult. És még ebben az évben, 1441-ben az új, a szendrői bég, ez a Hiszák nevű szendrői bég, ez meg is próbálta kihasználni, hogy zavarok vannak Magyarországon, de hát és ez volt az első olyan csata, amire fölkapta a közvélemény is a fejét, mert Hunyadi és Újlaki ezt a szendrői béget, illetve a seregét azt leőzte szépen. Egy páratlan tehetségű ember volt és nagyra törő elképzelései voltak. Hogyan lett ő az ország leggazdagabb embere? Hát ahogy említettem az előbb, 1441-ben a délvidék parancsnoka lett Újlaki Miklóssal együtt, és már 41-ben ezzel ellen az Iszák béke ellen egy sikeres csatát vívott, majd 1442-ben akkor második Murád volt a szultán, és ez a második Murád betört Erdélybe, jelesül Gyulafehérvárra, és az első összecsapás még úgy mondjam, ilyen szedetvetett csapatokkal, amiket hirtelen össze tudott rántani Hunyadi, azokkal került sor, és bizony a törökök győztek. És nagyon elvakította őket ez a győzelem, mert néhány nap múlva Hunyadi természetesen nem csak annyi katonával rendelkezett, rengeteg familiárisa volt, és rengeteg, ekkoriban már rengeteg cseh zsoldost is alkalmazott, cseh, lengyel, egyéb zsoldost. Úgyhogy néhány nap múlva, talán egy hét múlva került sor a következő csatára, Szent Imrénél, ez
Gyulafehérvár közelében van, ahol viszont ezzel a mag újra szervezett, vagy megszervezett hadsereggel viszont tönkreverte a Mezid Bégnek hívták azt a török hadvezért, tönkreverte. A szultán, ez 1442 tavaszán volt, a szultán ősszel újra akart támadni, Hunyadi pedig azt gondolta, hogy majd nem kell a szultánnak annyira sietni, majd ő elé megy. Úgyhogy a megszervezett körül 15 ezer fős seregével, székhelyek, meg a, ahogy említettem, mindenféle zsoldosok, a Vaskapunál rácsapott a éppen betörni készülő török seregre, és egy ilyen, hát ilyen háromnapos véres forgatagban legyőzte a szultáni sereget. A Begler Bég vezette a szultáni sereget, tehát az összes európai török haderő, oszmán haderő próbált itt betörni, és simán legyőzte őket. Hát gondolhatod, a szultán a haját levette előbb a turbánját, és a maradék haját tépte. És ekkor már ezek a sikerek, ezek már Európa hírű sikerek, meg a Balkán leigázott népei is felkapták rá a fejüket, úgyhogy ezek a sikerek már előre vetítették azt, hogy itt egy valóban egy nagy formátumú hadvezérről van szó, és aztán a következő hadjárataiban bebizonyosodott. Ezek a katonai sikerek, ezeket a király természetesen honorálta, és középkorban ugye a föld volt az érték, és ugye a földbirtokokkal tudta. Egyébként sem nagyon volt pénze, hogy pénzzel jutalmazza meg, úgyhogy földbirtokokat kapott Hunyadi János, és hamarosan azt lehet mondani, hogy ő lett az ország legnagyobb földes ura, legnagyobb földbirtokosa. Állítólag gyakorlatilag majdnem minden megyében volt valamilyen kis birtok része, és összesen talán elérte ez a 4 millió kataszteri holdat, ami irgalmatlanul sok. Ezt azóta nem volt senki az országban, meg az előtt sem volt senki az országban, a királyokat kivéve, akinek ekkora birtoka lett volna. És nagyon jellemző Hunyadira, hogy ezt a hatalmas anyagi lehetőséget, hatalmas potenciált, ezt Magyarország védelmére használta. Több ezer familiáris hatalmas bevételek, ezekből zsoldosokat tud fogadni. Ő az, aki védi az országot tulajdonképpen. Neki köszönhetjük, hogy Magyarország egyáltalán. Köszönjük a figyelmet!